védőnő a házi gyermekorvos munkatársa. A védőnő a terhesgondozás keretében életviteli tanácsokat ad, válaszol a kismama minden kérdésére, és igyekszik felkészíteni őt a szülésre és a baba fogadására. Ő az első, aki a hazaadást követő napokban elsőként meglátogatja a családot, hogy segítséget adjon a kismamának. Manapság már sokkal komolyabban veszik a családok a védőnői feladatokat, valamint szoros együttműködések alakulnak ki a védőnővel, hogyha bármi baj van a gyerekkel, azonnali segítséget vagy tanácsot kapjanak tőlük. Ez alkalommal a védőnői munkáról, a konkrét feladatokról, a családokhoz való hazaengedésről és annak körülményeiről, valamint a várandós gondozásról beszélgettünk Lőrinc Évával, a Vésztői Védőnői Hálózat munkatársával. Az első tanácsadás ideális esetben 12. hét előtt megtörténik, ilyenkor töltjük ki a kiskönyvet, és megbeszéljük a későbbi vizsgálatokat, hogy az egész várandóság során mik a feladatok, illetve milyen kötelező, illetve ajánlott vizsgálatok vannak a kismama számára. A várandós gondozás követően az újszülött gondozása következik. Egészen újszülött kortól iskoláskorig nyomon követjük a gyermek fejlődését, mint szociális, mint mentális fejlődését, illetve testi gyarapodását. Iskolás kortól átveszi a feladatunkat, a területi védőnői feladatot, az iskola védőnői feladat. Nálunk ez Vésztőn ez egyben vagyunk, mi vegyes körzetesek vagyunk, és egyben vagyunk iskola, illetve területi védőnők is. Az iskola védőnő az egészen a gimnázium, illetve a középiskola végéig gondozza, illetve nyomon követi a gyermek fejlődését, illetve a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket intézi. Van még más védőnői terület, ilyen a kórházi védőnő. Kórházi védőnővel csak a kismamák szoktak találkozni szülés után, illetve van még egy helyszín, a CVS védőnő, úgynevezett CVS védőnő, ő viszont a esetleges terhesség megszakításokkal foglalkozó védőnő. Nálunk Vésztőn a terület, illetve az iskola védőnői körzetek működnek. Mi a várandósokat nem csak tanácsadás keretén belül gondozzuk, hanem családlátogatás során is. A rendelet ezt is szabályozza, hogy milyen gyakorisággal kell őket otthonunkba meglátogatni, illetve lehetőség van munkahelyi látogatásra is. Az otthonban történő látogatás során a várandóság vége felé fölmérjük, hogy alkalmasak-e az újszülött fogadására az otthoni körülmények. Sajnos előfordult már Vésztőn, hogy nem lett hazaengedve újszülött a nem megfelelő körülmények miatt, de ilyenkor mi mindig jelzünk a családsegítő szolgálat munkatársainak, illetve a saját hatásköreinken belül próbálunk segítséget nyújtani. Felhívjuk a figyelmeket a különböző lehetőségekre, például hogy alapítványokhoz lehet fordulni, egyházi közösségekhez, és így igyekszünk segíteni, hogy az újszülött anyagi okok miatt ne kerülhessen el a szülőktől. Vésztőn 4 területi védőnő van, körülbelül egyformák a körzetek, tehát olyan 80 és 90 családhoz járunk egyenként, fejenként. Itt a családlátogatások során ugye a nyomon követjük a újszülött kortól, illetve a várandóságtól kezdve, de főleg újszülött kortól a csecsemő szociális fejlődését, mentális fejlődését, és az első időben, ami nagyon fontos, a testi fejlődését is. Természetesen ezek a családlátogatások az idő előre haladtával csökkennek. Első 6 hétben hetente megyünk, majd később havonta, és utána egyre ritkábban megyünk a családokhoz. A családlátogatások során a felmerült problémákat próbáljuk a szülővel együtt megoldani, illetve ha bármilyen eltérést tapasztalunk a fejlődésben, súlygyarapodásban, akkor felhívni a figyelmet, hogy különböző korai fejlesztésre, illetőleg ha szükséges bármiféle kivizsgálás irányába, akkor házi gyermekorvoshoz küldjük a gyermeket. Fölmérjük azt, hogy ide az adott helyre hazadható egy újszülött. Ilyenkor megnézzük eleve az, hogy az összkomfortosság megvan-e. Ha nincs villany, víz, akkor azért ez így próbálunk igyekezni, hogy olyan helyre kerüljön, akkor egy másik helyet, vagy albéletet, vagy családba fogadást szorgalmazni.
alkalmazni, hogy biztosítva legyen az újszülöttnek az ellátása, de a legfontosabb az az, hogy legyen villany, meg legyen fűtés, tehát ez akár lehet egy kályha, tehát nem feltétlenül kell központi fűtés, illetve nem is lehetséges itt ezen a környéken, tehát nagyon sok helyen ugye kályhával fűtenek, és lehet, hogy csak egy szobát, de ideális esetben azért fel tudjuk mérni, hogy nem csak egy szobából áll a ház, hanem megnézzük a berendezést, mennyire alkalmas, mennyire tiszta, nézzük a higiénés körülményeket, nézzük azt, hogy van-e fürdőszoba, vezetékes ivóvíz van-e, és ha nem, akkor hát próbáljuk segíteni őket, mondom azt, hogy egy ideális lakáskörülmény keressenek. Újszülöttet nem szoktunk azért nem hazaengedni, mert mondjuk nincs víz, tehát azért vannak itt vésztőn olyan utcák, ahol több lakásban, házban nincs ivóvíz, ilyenkor azért ők kútról tudják hordani, de hát ezek nehéz életkörülmények nagyon. Az újszülöttnek, hogyha megvan adva, hogy mikorra megszületik, azért legyen kis ágy, legyen az újszülöttnek a kelengyéje rendben, legyen pelenka, eldobható, illetve textilpelenka, illetve legyen az biztosítva, hogy legyen valamennyi jövedelme a családnak, amiből az esetleges gyógyszereket, tápszert tudják biztosítani, vitaminokat tudják biztosítani az újszülöttnek. Nehezen mondjuk ki, hogy egy újszülött nem hazaadható. Minden, tehát környezettanulmányt nem kell minden újszülöttről írnunk, akik átkerülnek a gyerekkórházba, például azért mekkora szülöttek, ott a kórházi védőnő, illetve a kórházi gyermekorvos szokott kérni hivatalosan környezettanulmányt, és akkor azt megírjuk, azonnal az utolsó pontban szerepel, hogy az újszülött hazadható-e vagy sem, de ha mi a nem felé hajlunk, akkor minden esetben családsegítő szolgált munkatársával konzultálunk, illetve általában ezek a család már nem ismeretlenek a szolgálat előtt, tehát tudják, ismerik a családsegítő szolgálat munkatársai, illetve hát vagy alapellátásban, vagy védelemben vannak véve, és gyakran találkoznak velük. Több olyan fordult elő, hogy hazaengedték az újszülöttet, de mégsem tudott változtatni a család az adott életszínvonalán, illetve az életkörülményeiken, ezért utána lett kiemelve akár az újszülött, akár a kis csecsemő, tehát elvéve nevelőszülőhöz. Volt olyan, hogy nem engedtünk haza, de hát még azt sem mondhatom, hogy évente van ilyen, de mondjuk legyen az, hogy évente egy alkalom. Viszont most is volt pont egy ilyen kismama, akinek nem volt alkalmas a lakáskörülmény arra, hogy hazaengedjük a babát oda. Ismerősök segítségével anyaotthont kerestünk neki, és így már még kismamaként beköltözhetett egy kismama szállóra, és akkor ott oda biztonsággal hazaengedhető egy újszülött, és így együtt maradhatott az anyuka és a baba.